Minna Kant, Ágnes, második rész. Öt éve voltam már férjnél. Három kisgyermekem volt, minden időmet a gondozásukkal töltöttem, igazából semmit sem tudtam a világról. Az esküvőm óta egyetlen egykori iskolatársammal sem találkoztam. Gyakran eszembe jutottak, amikor egyedül voltam, és olyankor arra gondoltam, hogy legalább Fanninak írhatnék néha, talán tudna valamit mondani a többiekről. De ez csak terv maradt. Soha nem jutottam el a levél írásig. Az iskolákban véget ért a tanév, megkezdődött a nyári szünet. Ilyenkor rendszerint egy nagy dalos fesztivált rendeznek a városunkban, melyre énekesek és zenekarok gyűlnek össze közelről, stávolról, és nagy számban más népek is jönnek az ország minden szegletéből. Én is igyekeztem minél többet részt venni a munkában. Felváltva voltam otthon a szolgálómmal, mert egyikünknek mindig a gyerekekkel kellett lennie. Olykor-olykor mindkettőnknek is. Az ünnepség első napján kicsi késve értem ki a térre, már elkezdődött az énekes zenés műsor. A lobogó zászlók, a zöldellő girlandok és színes virágok, amik az udvarházakat díszítették, már útközben elhessegették a fejemből az összes apró, otthoni, hétköznapi gondot. Minél közelebb kerültem az éneklőkhöz, annál inkább az ünnep hatása alá kerültem. Fenséges dallamok visszhangoztak a távolból, a levegő a lehető legsejmesebb volt, a nap ragyogóan sütött, a tó csillogott, a fák teljes pompájukban zöldeltek, és a felhőtlen ég sötétkék színben pompázott felettünk. Ünneplőbe öltözött emberek siettek el mellettem. Ők is elkéstek, ahogy én is. Isten az én erődöm, énekelték kürtök kíséretében, amikor megérkeztem. A tér túloldalán lévő nyitott zenei színpadon zsúfolottak össze az éneklő és zenélő csoportok, akik egy közös nagy kórusban egyesültek. Erőteljes hangáradat hullámzott végig a hatalmas tömegen. Megálltam, hogy zavartalanul hallgathassam, közben a szívemet elárasztotta az ünnep áhítata. Eluralkodott rajtam a nemzetünk iránti lelkesedés, ahogy másokon is. A himnusz után szünet következett. Az énekesek és a zenészek lementek a színpadról, és a közönség köreiben is volt némi mozgás, bár a legtöbben ülve maradtak a helyükön. Körülnéztem, de egyetlen ismerőst sem láttam. Idegen arcok voltak mindenütt. A tekintetem egyik csapatról a másikra siklott, végül egy nőn állapodott meg, aki egy kicsit távolabb állt, két-három úriemberrel körülvéve, akik szemmel láthatóan a hódolói voltak. Határozottan kitűnt a többiek közül, mind a külseje, mind a testtartása, mind a ruhája alapján. Hófehér köpenyt viselt, mely egészen a szoknyája alsó szegélyéig ért, szabadon hullámzott, kecsesen ölelte körbe a testét, amelynek pompáját csak leplezte, de nem takarta el. A könnyű, kecses kalap hosszú, hátrafelé lecsüngő bóbitájával lazán ült a fején, alól a sötét fürtök bukkantak elő, mintha csak véletlenül szabadultak volna el tetőtől talpig stílusosan, egyenesen és méltóság teljesen állt Ugyanakkor, ahogy ott állt, fejét hátrahajtva, felhúzott vállakkal, az egész test tartásában nagy, öntudatos fölényesség és büszkeség volt. Nem tudtam csodálat és bámulat nélkül ránézni. A többi nő is a legjobb ruháját vette fel erre az alkalomra, de túlságosan is lerít róluk, hogy szokatlan az öltözik számukra, és kissé oda nem illőnek érzik magukat. Ezzel szemben ő olyan megszokottsággal és természetességgel viselte ízléses és elegáns ruháját, hogy az ember azonnal észrevette, mennyire otthonosan mozog benne. Ki lehet az a nő? Vajon finn? Kérdeztem magamtól. Arra a következtetésre jutottam, hogy ha finn is lenne, akkor sem közülünk való középosztálybeli nő, hanem valószínűleg a felsőbb osztályba tartozik, aki sok időt töltött külföldön a világ nagyvárosaiban. De hogyan tévedt ide? általában nem vesznek részt nemzeti ünnepeinken. Hogyan és miért alacsonyodott le hozzánk ez a nő? Vagy valami csoda folytán más természetűvé vált, mint a vele egyenrangúak? Megpróbáltam leolvasni a válaszokat az arcáról, de nem jutottam semmire. Nevetett és beszélt, és úgy tűnt, nem sokat törődött a műsorral, ami újra elkezdődött. Észrevettem, hogy minduntalan rá akarom irányítani a figyelmemet, ezért nem igazán tudtam szorosan követni a műsort. Megpróbáltam másfelé nézni, közelebb húzódtam a színpadhoz, hogy hallgassam az ünnepi beszédet. Szívhez szóló, hazafias és lelkesítő volt. Nem telt el sok idő, és az iménti szépségről teljesen elfelejtkeztem. Csupa föl voltam, és a beszéd végén minden erőmmel csatlakoztam a közönség hazát éltető éjjel felkiáltásához. Lehet, hogy kisé mulatságosnak tűntem, mivel még a karjaimmal is hadonáztam és kiabáltam, amennyire csak tudtam, egy pillanatra sem jutott eszembe, hogy ez nem volt sem nőies, sem ízléses. A vér a fejembe szállt, a hangom pedig berekett, mire a kilencedik és egyben utolsó éjjel elhangzott. Hallottam, hogy valaki a hátam mögött a nevemet mondja. Megfordultam, és majdnem elájultam a meglepetéstől. Ott állt az az elegáns, idegen nő, és rám mosolygott a szegény, megrémült párjára. Megismersz engem, Lizi? Egy vagy két lépést hátráltam. Soha életemben nem láttalak még, gondoltam magamban. De hirtelen rájöttem. Ágnes! Kinyújtotta a kezét, és én őszinte örömmel ragadtam meg, bár szinte azonnal eluralkodott rajtam a bátortalanság. Olyan előkelő volt, olyan méltóságteljes, olyan finom, én pedig úgy néztem ki mellette, mint egy kis házi manó. Saját jelentéktelenségem még soha nem volt annyira szembetűnő és kínos, mint abban a pillanatban. Azt kívántam, bár csak ezer versztányira lennénk innen. Megpróbáltam bátorítani magam. Hiszes, csodás, alig ismertelek föl, mikor jöttél? Most biztos ostoba bamba fajankónak tart engem, gondoltam magamban. Nem szólalt meg, még csak nem is válaszolt a kérdésemre, csak mosolygott és figyelt. Te rögtön felismertél, ugye? Mondtam, mint egy az előző folytatásaként. Azonnal, válaszolta, amint megláttalak. Mi a csodának mosolyog így? Lehet, hogy ez a szokása? Egyre nyugtalanabbul kezdtem érezni magam, de nem akartam, hogy észrevegye. Gondolom, tudtad, hogy itt lakom, akkor így könnyű volt megismerned. Bárhol felismertelek volna, főleg, ha olyan lelkesnek látlak, mint az előbb. Aha, vagy úgy. Szörnyen zavarba jöttem, mert most értettem meg, miért nevetett annyira. Te ugyanaz a Lizi vagy, mint az előtt. Aha, persze, hogy ugyanaz, miért is változtam volna meg? Hebegtem, csak hogy mentsem magam. Még az iskolában sem került senki egy ünnepség hatására annyira önkívületben, mint te. Egy pillantást vetettem rá, majd kicsit magabiztosabb hangon megkérdeztem tőle. Miért, Agnes? Te egyáltalán nem lettél lelkes az imént? Lelkes? Mitől? A haza iránti szeretet miatt. Arról szólt ez a beszéd? Hangosan felnevetett. Nem, nem igazán lelkesített fel, a legkevésbé sem. De hisz nem volt ez egy nagyon szép beszéd? megvonta a vállát, arcán részben szánalom, részben gúnyos megvetés látszott. Inkább gyermeteg. Téged nem lelkesít fel semmi? Nem. Szerintem minden ilyesmi csupán együgyűség. Elakadt a szavam. A legjobb, legszentebb érzéseim, ezek mind együgyű dolgok, amit kifinomult emberek gúnyosan kinevetnek. Lesütöttem a szememet. Egyszerre bosszantott és szégyeltem magam. Ösztönösen ellen akartam állni neki, de azt hiszem, ez csak sértett önérzet volt. Tudtam már korábban, hogy Agnes intelligensebb nálam, már az iskolában is, most meg pláne, hogy olyan sokat utazott és éveket töltött a nagyvilágban. Szabadon fejlődhetett és szélesíthette a látókörét, míg én egy kisváros folytogató levegőjében éltem, és menthetetlenül lemaradtam. Agnes félbeszakított. Férnél vagy? kérdezte. Igen, akkor most mi is a teljes neved? Lisi Rejola. Így van, Lisi Rejola. És a férjed? Hivatalnok. Igen, igen, mintha már hallottam volna róla. Én még nem változtattam meg a nevemet. Még mindig Werther Ágnes vagyok. Valószínűleg vannak gyerekeid. Hány? Három. Ó, fiúk vagy lányok? Két lány, egy fiú. Anti, a legidősebb, ő már négy éves. El sem hinnéd, milyen okos, mindenféléről tud beszélni, és mindenféle kérdéseket tesz fel. Nincs más dolgom, mint válaszolni rájuk. A kedvem egyszerűben felélénkült, amikor elkezdtem beszélni a gyerekekről. Antinak hívják. Miért pont Anti? Mert ez egy tisztán finn név, és a férjem is Anti. Á, értem, a név mindenek előtt finn lehet. És a lányok? Azt hiszem, az egyik kajszú, a másikuk pedig líszú. Nem jól tippeltél, nevettem, bár éreztem a gúnyt a szavaiban. A nagyobbik lányom Aino, a kisebbik pedig Lüli. Még csak hét hónapos, de már ki tudja mondani, hogy papa és mama. Még nem teljesen tisztán, de közelít hozzá. Appa, amma hallatszik, de a papi szót már egészen tisztán ejti ki. Ágnes végighallgatta a történetemet és nevetett. Ugye meglátogatsz minket? Kérdeztem. Persze. Ez nagyszerű. Mikor lenne jó neked? Amikor csak szeretnéd. Ma este, esetleg. Szeretettel várunk. Egy női kórus volt a színpadon. Megfordultam, hogy meghallgassam. Szerintem remekül énekeltek, és izgatottan tapsoltam, mint mindenki más. Ugye milyen csodásan énekeltek? Kérdeztem Ágneszt, amikor visszamentem hozzá, mert megintettem néhány lépést a színpad felé, anélkül, hogy észrevettem volna. Ugye milyen csodásan énekeltek? Csodásan. Megvonta a vállát, grimaszolt, majd megrázta a fejét. Ezek szerint te még egy középszerű dalt sem hallottál eddig, ha ezt csodásnak tartod. Igen, de... Zavaromban nem igazán tudtam, mit mondjak. Azt hittem, tisztán és lendületesen énekelnek. Ami engem illet, nem tudok mást élvezni, csak a finom művészi dalokat. Ezek a durva, képzetlen hangok valósággal széthasítják a fülemet. Mit is mondhattam volna erre? Eléggé bántott a hideg közönye, és az a megvető stílus, ahogy mindent kritizált. Másrészt viszont úgy gondoltam, hogy ennek egyszerű oka lehet. Annyira megszokta, hogy sokkal jobbat látott és hallott, hogy itt semmiben sem lelte kedvét. De bizonyára szerette a hazáját és honfitársait, különben miért jött volna ide? Az urak, akikkel először láttam társalogni Ágneszt, hátra maradtak, valószínűleg azért, hogy mi nyugodtan tudjunk beszélgetni. De tudtam, hogy türelmetlenül várják, mikor csatlakozhatnak újra hozzá. Így hát elköszöntem, főleg, hogy amúgy is ideje volt hazamennem. Megmutattam neki, hogy hol lakunk, majd még utoljára a lelkére kötöttem, hogy ne felejtse el az ígéretét.